Raminiscere miserationum tuarum, Domine, et famulus tuos, eterna protectione sanctifica. A Szent Atya az asszisztenciával bevonult a Szent Péter Bazilikába, és a nagypénteki liturgia nyitó könyörgését olvassa föl. Ezt megelőzően röviden leborult a Szent Péter Bazilika főoltára előtt a földre, ahogy ezt minden nagypénteki liturgiánál látjuk. Most pedig következik az első olvasmány. Az első olvasmányt olasz nyelven olvassák föl. Dal libro del profeta Isaia. Izaiás proféta könyvéből. Il mio servo avrà successo. Nézzétek, szolgám diadalmaskodik. Fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik. Amint sokan megborzadtak láttán, hiszen oly dicstelennek látszott, és alig volt emberi ábrázata, úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta, és királyok némulnak el színe előtt, mert olyasmit fognak látni, amilyet még soha nem hirdettek nekik, és olyan dolgoknak tesznek tanúi, amilyenről addig soha nem hallottak. Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg? Úgy nőtt fel előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes, a külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat. Megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezettek rá, mégis megvertnek néztük olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Percosso da Dio e umiliato. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindnyájan, mint a juhok tévelyektünk, kiki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, ső alázattal elviselte. Nem nyitotta ki száját, mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy mint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan kitörődik egyáltalán ügyével. Igen, kitépték az élők földjéből, és bűneink miatt halállal sújtották. A gonoszok közt adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot. Sem álnokság nem volt a szájában. Ne vi fosse inganno nella sua bocca. Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul, látni fogja utódait. Hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. Si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Majd, ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot, és megelégedést tölti el. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta,
és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért. Most a szkóla fogja énekelni a traktust latinul. Ó, Uram, hallgass meg imámat, és engedd, hogy kiáltásom eljusson hozzád. Ne rejtsd el előttem arcomat az én bánatom napján. Fordíts füledet felém, és válaszolj gyorsan, ha megszólítalak. Traktusz után spanyol nyelven a második olvasmány következik. Szent Lecke a zsidókhoz írt levélből. Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, legyünk álhatatosak a hitvallásban. Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban ment maradt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk. Mert minden főpapot az emberek közül választanak, és arra rendelik, hogy az Isten tiszteletében képviselje az embereket, ajándékokat és áldozatot mutasson be a bűnökért,
mint olyan valaki, aki megértő tud lenni a tudatlanok és a tévelygők iránt, hiszen ő rá is gyöngeség nehezedik. Ezért a népért is, saját vétkeiért is áldozatot kell bemutatnia. A tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak akit az Isten meghív, mint Áront. Így Krisztus sem önmagát emelte főpapi méltóságra, hanem az, aki így szólt hozzá. Fiam vagy, ma szültelek. Másod meg ezt mondja, pap vagy mindörökké, Melkizedek szerint. A Sixtus kápolna kórusa most a Graduálét fogja énekelni latinul, majd pedig a Passió következik. Krisztus alázatos volt a halálig, a kereszt halálig. Ezért Isten felemelte őt, és nevét minden más név fölé emelte. Passio Domini nostri Jesu Christi, secundum Ioanne, in illo tempore. A mi Urunk Jézus kínszenvedése, Szent János szerint. Jézus cum discipulis suis, trans torrentem cedrum. Azután, hogy ezeket mondta, Jézus kiment tanítványaival a Kidron patakon túlra. Ott volt egy kert. Oda ment tanítványaival. Ezt a helyet Júdás is ismerte, aki elárulta,
mert Jézus gyakran járt ide tanítványaival. Júdás kapott egy csapat katonát a főpapoktól és a farizeusoktól pedig szolgákat, és kiment velük lámpákkal, fáklyákkal és fegyverekkel felszerelve. A három énekes közül Krisztus áll a középpontban. A jobb oldalán van a narrátor, aki a történetet meséli el. És a tömeget, tömeg hangját a bal oldalon álló jeleníti meg. Jézus tudta, mi vár rá. Eléjük ment hát, és megszólította őket. Kit kerestek? A názáreti Jézust felelték. Jézus megmondta nekik, én vagyok. Júdás is ott volt köztük, aki elárulta. Amikor azt mondta, én vagyok, meghátráltak és földre rogytak. Jézus ezért újra megkérdezte, kit kerestek? A názáreti Jézust felelték. Erre Jézus így folytatta. Mondtam, hogy én vagyok, de ha engem kerestek, ezeket engedjétek el. Így beteljesedett, amit mondott. Senkit sem vesztettem el azok közül, akiket nekem adtál. Autem dixerum. Respondi, Jesus, dixi vobis, ego sum. Si ergo me queritis, sine te hos apire. Od implereretur sermo quem dixi, quos dedisti mihi non perdidi ex ipsis quem quod. Simon Péternél volt egy kard. Kirántotta, és a főpap szolgájára sújtott, s levágta a jobb fülét. A szolgát Malkusnak hívták. Jézus rászólt Péterre. Tedd hüvelyedbe kardodat, ne ürítsem ki a kelyhet, amelyet az atya adott nekem. Dedit mihi pater, non vivam illum. Ors ergo et tribunus et ministrio deorum comprehenderunt. A csapat parancsnoka, valamint a zsidó szolgák elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, Kaifás apósához. Abban az esztendőben Kaifás volt a főpap. Ő adta azt a tanácsot a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Mivel ez a másik tanítvány ismerőse volt a főpapnak, bejutott Jézussal a főpap udvarára. Péter azonban kint maradt a kapunál. A másik tanítvány, aki ismerőse volt a főpapnak, kijött és szólt a kapuban őrködő lánynak, és bevitte Pétert. A kapunál őrködő szolgáló megkérdezte, nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy? Nem vagyok, felelte. A szolgák és a poroszlók tüzet raktak és melegedtek, mert hideg volt. Péter is odaállt közéjük melegedni.
Dici vergo petra ancilla ostiaria. Nun quid et tu ex discipulis es hominis istius? Dici dille. Nohom sum. Stabant autem servi et ministri, qui prunas fecerant, qui affrigus erat, et cale faciebant se. Erat autem cum meis et Petrus, stans et cale faciens se. A főpap a tanítványai és a tanítása felől faggatta Jézust. Jézus ezt felelte neki. Nyíltan beszéltem, mindenki füle hallatára, mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahova minden zsidónak bejárása van. Titokban nem mondtam semmit. Mit kérdezel engem? Kérdezd azokat, akik hallották, amit mondtam. Ők tudják, mit tanítottam. Quid me interrogas? Interroga eum, qui audierunt quid locutus sum ipsis, ecce hisiunt, quid ixerim ego. E szavakra az egyik poroszló arcul ütötte Jézust, és azt mondta, így felelsz-e a főpapnak. Jézus csak ennyit mondott, ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, ha meg jól, akkor miért ütsz? Ekkor Annás megkötözve elküldte Kaifás főpaphoz. Testimonium per hibede malo. Si autem bene, quid me cedis. Missit ergo eum Annas ligatum ad Caifam pontifice. Simon Péter még mindig ott állt és melegedett. Újra megkérdezték tőle, nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy? De tagadta, nem vagyok. A főpap egyik szolgája, aki rokona volt annak, akinek Péter levágta a fülét, megjegyezte, de hiszen ott láttalak vele a kertben. Péter ismét tagadta. Erre nyomban megszólalt a kakas. Decidunus ex servis pontificis, cognatus eius cuius abscidit Petrus auriculam. Non nego te vini in oreto cum illo. Niterum ergo negavit Petrus, et statim gallus cantavit. Kaifástól a helytartóságra vitték Jézust. Kora reggel volt. A zsidók nem mentek be a helytartóságra, nehogy tisztátalanná váljanak, s elkölthessék a húsvéti bárányt. Ezért Pilátus jött ki hozzájuk, és megkérdezte tőlük, mivel vádoljátok ezt az embert? Ha nem volna gonosztevő, felelték, nem hoztuk volna eléd. Pilátus szabadkozott. Vigyétek vissza, és ítélkezzetek fölötte, saját törvényetek szerint. De a zsidók nem tágítottak. Nekünk senkit sem szabad megölnünk. Így beteljesedett, amit Jézus mondott, amikor megjövendölte, milyen halállal hal meg. Thank you.
secundum legem vestram judicate eum. Dixerunt ei iudei. Sermo Iesu impleretur quem dixi, significans qua esset morte moritur vos. Pilátus visszament a helytartóságra. Maga elé hívatta Jézust és megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Jézus ezt felelte, magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Hát zsidó vagyok én, tört ki Pilátus. Saját néped és a főpapok adtak kezemre. Mit tettél? Jézus így válaszolt. Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, harcra kernének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innen való. Pilátus közbeszólt, tehát király vagy? Te mondod, hogy király vagyok, mondta Jézus. Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra. Pilátus ezt mondta, mi az igazság? E szavakkal újra kiment a zsidókhoz és kijelentette. Én nem találom semmiben bűnösnek. De az a szokás nálatok, hogy húsvétkor valakit szabadon bocsássak. Akarjátok, hogy szabadon bocsássam a zsidó királyát? Erre újra kiabálni kezdtek. Ne őt, hanem Barabást. Barabás rabló volt. Ergo rex estu, respondit Iesus. Tu dicis, quia rex sum. Ego in hoc natus sum, ed ad hoc veni in mundum. Ut testimonium per hibeam veritati, omnis, qui est ex veritate, audit meam vocem. Dicit ei Pilatus, quid est veritas? Et quum hoc dixisset, niterum exivit ad Iudeos et dicit eis. Ego nullam invenio in eo causam, est autem consuetudo vobis, ut unum dimittam vobis in pasca. Multis ergo dimittam vobis, regem Iudeorum. Clamaverunt ergo ursum dicentes. Erre Pilátus előhozatta Jézust és megostoroztatta. A katonák tövisből koszorút fontak, a fejére tették, és bíbor színű köntöst adtak rá. Aztán eléjárultak és így gúnyolták. Üdvözlé, zsidó királya! Majd arcul ütötték. Et
veniva da Deum et diceva. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg, nem találom semmiben sem bűnösnek. Jézus tövis koronával, bíbor palástban jött ki. Pilátus rámutatott: íme az ember. Et purpureum vestimentum, et dicit eis, ecce homo. Mihelyt meglátták, a zsidók és a szolgák elkezdtek kiabálni: keresztre fele, keresztre vele. Pilátus ismét szabadkozott: vigyétek el és feszítsétek meg ti, én nem találom bűnösnek. De a zsidók nem tágítottak: nekünk törvényünk van, se törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Ennek hallatára Pilátus még jobban megijedt. Visszament a helytartóságra, és újra megkérdezte Jézustól: honnan való vagy? Jézus nem válaszolt neki. Pilátus kérdőre vonta: nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy szabadon bocsássalak? De hatalmam van arra is, hogy keresztre feszítesselek? Jézus csak ennyit mondott: nem volna fölöttem hatalmad, ha onnan felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki a kezedre adott, nagyobb a bűne. Non haberes potestatem adversum me ulla, nisi tibi esse datum de super. Proptere acqui tradidit me tibi, maius peccatum habe. Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa. A zsidók azonban ordítottak és fenyegetőztek: ha elbocsátod, nem vagy a császár barátja, mert aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak. E szavak hallatára Pilátus
kivezettette Jézust. Elfoglalta a bírói széket a köves udvaron, amelyet héberül Gabbatának hívnak. Húsvét előkészületi napja volt, a 6. óra körül járt. Így szólt a zsidókhoz: nézzétek a királyotok! De újra elkezdtek ordítani: halálrá, keresztre vele! Pilátus megkérdezte: keresztre feszítessem a királyotokat? De a főpapok tiltakoztak: nincs királyunk, csak császárunk. Erre kiszolgáltatta nekik, hogy keresztre feszítsék. In locum quidici turlit ostrotos ebraice autem Gabbata. Erat autem parasceve pasche, ora erat quasi sexta, et dicit Iudeis: ecce rex vestere. Clama verunt ergo illi. Decideis Pilatus: regem vestrum crucifigat. Responderunt pontifices: tradidi Deis illum, eut crucifigere tu. Suce perunt ergo Iesum, et baiulam sibi crucem. Ezzel átvették Jézust, maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívtak. Ott keresztre feszítették, s két másikat is vele, jobb és bal felől, Jézust meg középen. Pilátus feliratot is készítetett, és a keresztfára erősítette. Ez volt a felirat: a názáreti Jézus, a zsidók királya. A feliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert az a hely, ahol fölfeszítették Jézust, közel volt a városhoz. Héberül, latinul és görögül volt írva. A zsidó főpapok azért kérték Pilátust: ne azt írd, hogy a zsidók királya, hanem hogy azt mondta magáról: a zsidók királya vagyok. De Pilátus azt felelte: amit írtam, azt megírtam. Dicebam ergo Pilato pontifices Iudeorum. Respondit Pilatus: quod scripsi? Milites ergo cum crucifixis end Iesum. Amikor a katonák fölfeszítették Jézust, fogták ruhadarabjait és négy részre osztották, minden katonának egy-egy részt, majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból szőve.
Ezért megegyeztek egymás közt. Ne hasítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás. Ruhámon megosztoztak egymás közt, és köntösömre sorsot vetettek. A katonák valóban így tettek. Scriptura impleator dicentes, partitis un vestimenta mea sibi, ed in veste mea miserrerum sortem, et milites quidem ec fecerunt. Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: Asszony, nézd a fiad! Aztán a tanítványhoz fordult: Nézd az anyád! Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány. Filius tu, de inde dici discipulo, ecce mater tua, et exilare accepideam discipulus in sua. Post hoc sciens Iesus quia iam omnia consumata sunt, ut consumaretur scriptura dici. Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett, de hogy egészen beteljesedjék az írás, megszólalt: Szomjazom. Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték, és a szájához emelték. Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: Beteljesedett. Aztán lehajtott a fejét, és kilehelte lelkét. Szavakkal mindenki, a Szent Atya is le fog térdepelni az előre készített térdeplőre. Csendesíme után a Szent Atya felemelkedik, és a ceremóniamester újra átadja neki a
jubileust. Az előkészület napja volt. A zsidók arra kérték Pilátust, töresse meg a keresztre feszítettek lábzárát, és vetesse le őket a keresztről, nehogy szombaton is a kereszten maradjanak a holttestek. Az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. El is mentek a katonák, és megtörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát, hanem az egyik katona oldalába dobta a lándzsáját. Nyomban vér és víz folyt belőle. Aki látta, az tett róla tanúságot, és igaz a tanúsága. Tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyétek, mert ez azért történt, hogy beteljesedjék az írás, csontját ne törjétek. Vagy egy másik helyen föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. Et verum est eius testimonium, et ille scit quia vera dicit, ud et vos credatis. Facta sunt enim ec, ut scriptura impleatur, os non cominuetur eius. Et iterum alia scriptura dicit, videbunt inquem transfixerunt. Poste gautem rogavit Pilatum. Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt, bár a zsidóktól való félelmében csak titokban, arra kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte. Így elment, és levette a testet. Nikodémus is elment, aki annak idején éjszaka kereste föl Jézust, és vitt mintegy 100 font mirha és áloé keveréket. Fogták Jézus testét, és a fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Így szoktak a zsidók temetni. Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír volt, ahová még nem temettek senkit. Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt ide temették Jézust. Et liga verunt illut ilinte iscum aromatibus, sic ut mos iudeis et sepelire. Erat autem in loco ubi crucifixus est, ortus, et in orto monumentum novum, in quo nondum quisquam positus erat. Ibi ergo propter parascevem iudeorum, quia iuxta erat monumentum, possu verunt Iesu. Verbum Domini. A passió felolvasása eléneklését követően most a homília következik. Nagypéntek szertartásának az a különlegessége, a sajátossága, hogy ilyenkor nem a Szent Atya tartja a homiliát, hanem ő maga is meghallgatja a szent beszédet, méghozzá a pápai ház hitszónoka által elmondott szent beszédet. A pápai ház hitszónoka valamikor a 16. században létesült, mint hivatal, és a 18. század óta mindig egy kapucinus szerzetes tölti be ezt a funkciót, akinek az a feladata, hogy nagybőjtben és adventben hetente egy-egy lelki gyakorlatos beszédet tartson a pápai udvar tagjainak, a római kúria munkatársainak, a pápának magának. Raniero Cantalamessa atya már közeledik is a szószékhez, előtte tiszteleg a Szent Atya előtt. Az idén lesz 80 éves Cantalamessa atya, és
tanulmányait Svájcban, a Friburgi Egyetemen végezte el teológiából, majd pedig bölcsészként tanult, és később bölcsészettudományt tanított a Milánói Katolikus Egyetemen. 1980 óta, tehát több mint 30 éve ő a pápai ház hitszónoka. Ő prédikál a pápának. Hallgassuk tehát az ő szent beszédét. Dentro la storia divina umana della passione di Gesù ci sono tante piccole storie di uomini e di donne che sono entrati nel raggio della sua luce o della sua ombra. A Jézus passiójának, szenvedés történetének sorában számos kisebb emberi történet található meg. A legtragikusabb közülük Júdásé, az Iskarióti Júdásé. Azon kevés tény közé tartozik, amit mind a négy evangélium hasonló súllyal jelenít meg. A korai keresztény közösség sokat gondolkodott, elmélkedett ezen a történeten, és rosszul tennénk, ha mi nem gondolkodnánk róla. Júdást az első pillanattól, az első időben kiválasztotta Jézus, hogy egy legyen a 12 közül. Szent Lukács, amikor felsorolja az apostolokat, már hozzáteszi, hogy az iskarióti Júdás, aki később elárulta őt. De Júdás nem árulónak született. Nem akkor sem volt még áruló, amikor kiválasztotta őt Jézus. Később vált azzá. Az emberi szabadság legsötétebb drámáinak egyik ez. De miért? Miért vált árulóvá Júdás? Volt idő, amikor Jézus, mint forradalmár, volt divatos elképzelés. És megpróbáltak ennek a történetnek is egy ilyen konnotációt adni, hogy az iskarióti Júdás az valóban a szikárius, a bérgyilkosnak a kifejezéséhez hasonlít, hogy a zelóták közé tartozhatott esetleg Júdás. Mások pedig úgy gondolták, hogy Júdás csalódott volt. Abban csalódott, ahogyan Jézus az Isten országát megkívánta valósítani. Megpróbálta volna másként, egy politikai megoldást szeretett volna inkább. Ez az a Júdás, ami a Jesus Christ Superstar, a Jézus Krisztus Superstar musicalben is megjelenik. Ebben kicsit hasonlít Júdás alakja Brutuséhoz, aki azért öli meg Julius Cézárt, hogy megmentse a köztársaságot. Lehet értékelni persze ezeket az elképzeléseket is, hogyha irodalmi, művészi alkotásokról van szó, de semmilyen történelmi alapjuk nincsen. Az egyedüli hiteles források, akik erről a személyiségről beszélnek, sokkal földhöz ragadtabb motivációról beszélnek, a pénzről. Júdás kezelte a csoportnak a kasszáját. Betániában zsörtölődött, amiért a drága kenetet Jézusra pazarolta, Jézus lábára pazarolta Mária. De nem azért tette, mert a szegényekre gondolt, hanem azért, mert tolvaj volt, és ellopta a közös pénztárból a pénzt. Amikor oda megy a főpapokhoz, akkor is egyértelmű, mit adtok nekem, hogyha átadom nektek? És ezért megállapodtak 30 ezüst pénzben. De miért is kellene csodálkoznunk ezen a magyarázaton? Miért kellene túl egyszerűnek tartanunk? Hát nem így volt mindig is a történelemben. Nem így van-e most is? A mammon, a pénz nem egy a sok bálvány közül,
hanem a legfőbb bálvány, szó szerint az olvasztott vas bálványa, az olvasztott fém bálványa. De ki is az igazi ellensége Istennek ezen a világon? Sátán? De hát egy ember sem dönt úgy, hogy Sátánt, az ördögöt szolgálja valamilyen motiváció nélkül. Hogyha így dönt, akkor azt azért teszi, mert valamilyen előnyt, ellentételezést vár. Ki az igazi ellenisten? Ezt Jézus mondja meg nagyon világosan. Nem lehet két úrnak szolgálni. Nem lehet egyszerre Istennek és a mammonnak szolgálni. Ő a látható Isten, Shakespeare egyik megfogalmazása szerint. Ellenben a láthatatlan Istennel. A mammon azért ő az ellenisten, mert egy alternatív lelki egyetemet, világegyetemet hoz létre. Megváltoztatja a teológiai erények tárgyát. Nem Istenre irányul a hit, remény, szeretet, hanem a pénzre. Minden érték irányultsága megfordul. Ahogy Szent Pál mondja, a pénzsóválság minden rossznak a gyökere. Társadalmunk minden, a társadalmunkban jelenlevő minden rossznak az oka a pénz, vagy a pénz is. Filistea, a cui venivano immolati giovani e fanciulle, o il dio azteco, az ószövetségi Molok előtt fiatalokat és lányokat áldoztak föl. Az azték Isten minden nap emberi szívek áldozatát igényelte. De mit szóljunk manapság a droghoz, ami emberi életeket dönt romba? A prostitúcióhoz, a maffia jelenségéhez, a politikai korrupcióhoz, a fegyverkereskedelemhez, a fegyverkezéshez, vagy a még szörnyűbb jelenséghez, a gyermekektől, gyermekek testéből kioperált szervek kereskedelméhez. És a pénzügyi válság, ami az elmúlt években, és talán még most is, áthatja a világot, nem a pénzsóválságnak köszönhető, amint a Vergilius is megénekelte a szent pénzéhséget. Júdás azzal kezdte, hogy csak valamit kivett, valami pénzt kivett a közös pénztárból. De még hogyha nem is a bűnözői módszerekre gondolunk, nem botrányos, hogy azok, akik 50-es, 100-szoros jövedelmet kapnak, és méltatlankodnak, hogyha a társadalmi igazságosság egyében valamiről le kellene mondaniuk. Olaszországban a 70-es, 80-as években a politikai helyzetnek a magyarázatára voltak, akik egy mitikus, nagy öreg alakjához folyamodtak magyarázatul. Ugye ez a háttérben meghúzódó, nagy, okos személy mindennek, mindent igazgat. Ő bábozik, ő tartja a kezében a szálakat. Nos, ez a nagy öreg létezik valóban. Úgy hívják a pénz. És mint minden bálvány, hamis és hazug. Bizony, biztonságot ígér, de elveszi. Szabadságot ígér, de lerombolja azt.
la fine di una persona vissuta solo per aumentare il proprio capitale. Assisi Szent Ferenc egy a tőle megszokottól sokkal szigorúbb példabeszéddel írja le ezt a jelenséget. Egy olyan személyről szól, aki csak a pénz, a tőke érdekében élt. Amikor jön a halála, elhívja a papot, aki megkérdezi, szeretnél bűnbocsánatot a bűneidért? Igen, szeretnék. Készen állsz arra, hogy helyrehozod minden rossz cselekedetedet, és visszaadod azt, amivel megcsaltad a többieket? Nem tehetem, mondja ő. Miért nem? Mert mindent a rokonaimra és barátaimra hagytam már. Így bűnbánat nélkül hal meg, a barátai és rokonai pedig azt mondják, hogy átkozott a lelke, mert többet is kereshetett volna, és így többet hagyhatott volna ránk. Hányszor kellett volna visszagondolnunk a Jézusnak arra a kiáltására, amivel arra gazdagra utal, aki begyűjtötte maga számára a kincseket, a gazdagságot, és úgy gondolta, hogy biztonságban van. Azt mondja, hogy ostoba, még ma éjjel számon kérik a lelkedet. És mi lesz akkor a pénzzel, amit összegyűjtöttél? Sokan vannak, akik felelős posztokon is már nem tudják, melyik bankba tegyék a pénzüket, vagy offshore, pénzügyi paradicsomokba, hova rejtsék. Aztán előbb-utóbb ott találják magukat a vádottak padján, vagy a börtönbe. Megérte? A gyermekeik, a családjaik érdekét szolgálta ez? Vagy inkább saját magukat és másokat is romlásba döntöttek? A pénz Isten saját maga bünteti meg azokat, akik őt imádják. Continua nella storia e il tradito è sempre Gesù. Giudas árulása folytatódik a történelemben, és mindig ugyanazt árulják el Jézust. Júdás a főt árulta el, a követői pedig a Jézusnak a testét. A szegényeket árulják el, mert a szegények Jézus tagjai. De Júdás árulása nem csak ezekben a nagy, nagyon látványos esetekben folytatódik. Eszembe jut Don Primo Mazzolari atyának egy nagy csütörtöki szent beszéde, aminek az volt a címe, hogy testvérünk Júdás. Azt mondta, hagyjátok, hogy engedjétek, hogy most egy pillanatig elgondolkozzam azon a Júdáson, aki én bennem rejtőzik, és aki talán bennetek is rejtőzik. De Jézust el lehet árulni másfajta árért is, nem csak 30 ezüstpénzért. Elárulja Jézust, aki megcsalja a házastársát. Elárulja Jézust a hűtlen lelkipásztor, aki saját magát legelteti, nem a nyájat. Elárulja Jézus, aki a saját lelkiismeretét elárulja. Én magam is elárulhatom, mondja Cantalamessa Jézust, hogyha most, miközben Júdásról prédikálok, inkább a hallgatóságra gondolok, nem pedig arra, hogy az üdvözítőnek a szenvedésével egyesüljek. Júdásnak volt enyhítő körülménye, nekünk nincsen. Ő ugyanis nem tudta, hogy kicsoda Jézus. Azt gondolta, hogy ő egy igaz ember. Nem tudta, hogy ő Isten fia. Mi viszont tudjuk. Mint minden évben, húsvéthoz közeledvén, újra meghallgattam Bach Máté passióját. Van benne egy részlet, amiben minduntalan beleborzongok. Amikor Jézus megjövendüli Júdás árulását,
Az apostolok mind rákérdeznek, talán én vagyok Uram. Bach, mielőtt Krisztus válaszát meghallgattatná velünk, beszúr egy korált, ami így kezdődik. Igen, én vagyok az áruló. Nekem kell bűnbánatot tartanom. Mint a műben a többi korál is, ez is a hallgatóságnak az érzelmeit fejezi ki, hogy mi is megvalljuk bűnünket. Az evangéliumban olvashatunk Júdásnak a szörnyű végéről. Látva, hogy elárulta Jézust, megbánta, visszavitte a főpapokhoz és a vénekhez a 30 ezüstpénzt, és azt mondta, hogy vétkeztem, elárultam az ártatlan vért. De azok azt mondták, mit érdekel az minket, az már a te gondod. Ő pedig odadobta a templomba az ezüstpénzeket, majd pedig felakasztotta magát. De ne ítélkezzünk el hamarkodottan. Jézus soha nem hagyta magára Júdást. És senki nem tudja, hogy hova hullott Júdás arról a fáról, amikor felakasztotta magát. A sátán kezébe, vagy Isten kezébe? Mi mehetett át az ő lelkén az utolsó pillanatban? Jézus utolsó szava, amit hozzáintézett, az volt, hogy barátom. Igaz, amikor a tanítványokhoz beszélt, Jézus azt mondta Júdásról, hogy senki nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia. De Jézus az időbeli perspektíváról beszél, nem az örökké valóságról. De azt is mondta róla, hogy jobb lett volna annak az embernek, ha soha nem születik meg. De ez is a cselekedetének a borzalmasságát fejezi ki, nem pedig az ő örök kárhozatát. Az egyház csak afelől biztosít bennünket, hogy a szenté avatott személyek az örök boldogságban vannak. De senkiről nem mondja, hogy a pokolban volna. Dante az isteni színjátékban Júdást a pokol mélyére helyezi. De ugyan ő Manfredit, második Frigyes királynak a gyermekét, aki miután kiátkozottként halt meg, ezért mindenki elkárhozottnak tartotta, mert hogy csatában halt meg, azt mondja róla, hogy élete utolsó pillanatában megadta magát annak, aki önként, szívesen megbocsát. Ahogy a purgatóriumban olvassuk, sok szörnyű bűn volt, amit én sírattam, de tág a kar, hogy várja kegyelem, mind ki hozzátér bűnbánó tudatban. Ez tehát az, amit testvérünk Júdás története kell, hogy tanítson nekünk, hogy mi is a feszület szélesre tárt karjai közé ugorjunk. Júdás történetében nem az árulás a legfontosabb, hanem Jézusnak az erre adott válasza. Ő ugyan tudta, hogy mire készül ez a tanítvány, de nem fedte fel. Az utolsó pillanatig meg akarta adni neki a lehetőséget, hogy visszatérjen, majd hogy nem védelmezi őt, nem utasítja el. Nem utasítja el fagyos csókját, sőt, barátjának nevezi az olajfák hegyén.
És talán, ahogy Péternek a tekintetét kereste, hogy megbocsásson neki, amikor megtagadta, talán Júdásnak a tekintetét is kereste valahol a keresztúton. És amikor a kereszten úgy imádkozik, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, bizonyára nem zárta ki körükből Júdást. És mit teszünk mi? Kit fogunk mi követni? Júdást vagy Pétert? Péternek lelkiismeret furdalása támadt, de Júdásnak is, hiszen felkiáltott, hogy ártatlan vért elítélte, elárultam. Tehát akkor hol van a különbség? Egyetlen dolog a különbség. Péter bízott Krisztusnak az irgalmasságában. Júdás nem. Júdás legnagyobb vétke nem az volt, hogy elárulta Jézust, hanem hogy kételkedett az ő irgalmasságában. Hogyha követjük is Júdást, ki jobban, ki kevésbé az árulásban, ne kövessük őt ebben, a bűnbánatban való kételkedésben. Van egy szentség, ahol biztos tapasztalatra tehetünk szert, biztosan megtapasztalhatjuk Krisztus irgalmát, a bűnbánat szentségét, bűnbocsánat szentségét. Mennyire szép ez a szentség, amikor Jézus kiragad bennünket a szakadékból, mint Pétert kiemelte a tóból, amikor süllyedt, vagy amikor a leprásnak azt mondta, igen, akarom, gyógyulj meg. Amikor a húsvéti örömlényekben két nap múlva az egyház felkiált, szerencsés vétek, Felix culpa, mely így megváltót érdemelt. Nos, Jézus minden emberi vétekből, nem csak Ádám vétkéből, szerencsés vétket tud csinálni, ha egyszer megbántuk azokat. Olyan bűnöket, olyan vétkeket, amikre már nem is kell visszagondolnunk, ha csak nem azért, hogy az irgalmasság tapasztalataként gondoljunk vissza rá. Befejezésül egy gondolat még, hogy húsvét reggelén, amikor felkelünk egy nagy megtértnek, korunk egy nagy megtérőjének, Paul Claudel költőnek a szavait hallgassuk magunkban. Istenem, feltámadtam, és veled vagyok. Aludtam, és kiterítettek, mint egy halottat az éjszakában. Azt mondtad, legyen fény. És én fölébredtem, mint egy kiáltás. Atyám, aki nemzettél engem még a hajnal előtt, itt vagyok a jelenlétedbe. Az én szívem szabad, a szám tiszta, testem és lelkem böjtölt. Minden bűnömtől feloldoztak. Egyenként megvallottam azokat. A jeggyűrű ott van az ujjamon. Ez az, amit a húsvéti gyónás megtehet velünk. Homiliát egy csendes perc követi, majd a Szentatya, aki helyén marad, elkezdi a nagypénteki egyetemes könyörgést, ami külön erre a napra szól.
dilectissimi nobis, pro ecclesia sancta Dei, puteam Deus et Dominus noster pacificare, adunare et custodire dignetur toto orbe terrarum, detque nobis quietam et tranquillam vitam de gentibus glorificare Deum Patrem omnipotentem. A 10 egyetemes könyörgés fokozatosan tágul ki. Az első könyörgés az egyház tagjaiért szól, a második a pápáért, a harmadik a hívek minden csoportjáért, a negyedik a katekumenekért, az ötödik a keresztények egységéért, a hatodik a zsidókért, a hetedik a Krisztusban nem hívőkért, a nyolcadik azokért, akik Istenben nem hisznek, a kilencedik a világi vezetőkért, végül a tizedik a szükséget szenvedőkért. Oremus et pro beatissimo Papa nostro Francisco, ut Deus et Dominus noster, qui elegit eum in ordine episcopatus, salvum atque incolumen custodiat ecclesiae sue sancte, ad regendum populum sanctum Dei. Őrizd meg szent egyházadat, hogy Isten népét kormányozza. Omnipotens et paterne Deus, cuius judicio universa fundantur, respice propitius ad peces nostras, et me indignum famulum tuum continua pietate custodi, ut Christiana plebs quod mihi prescendant tua providentia commisisti, fidei sue meritis augeatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus et pro omnibus episcopis, presbiteris, diaconis ecclesiae, et universa plebe fidelium. Omnipotens et paterne Deus, cui spiritu totum corpus ecclesiae sanctificatur et regitur, exaudi nos pro ministris tui supplicantes, ut gratiae tuae immunere ab omnibus tibi fidelitas serviatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus et pro catecumenis nostris, ut Deus et Dominus noster ad aperiat aures precordiorum ipsorum januanque misericordiae, ut per lavacrum regenerationis accepta remissione omnium peccatorum, et ipsi inveniantur in Christu Jesu Domino nostro. És megnyissuk azt a kegyelem útjának, megbocsátást nyerjen minden bűnünk az újjászületés vízén keresztül. Tua nova semper pro le fecundas, augem fidem et intellectum catecumenis nostris, ut renati fonte baptismatis, adoptionis tui filis agrigendur. Per Christum Dominum nostrum. Most imádkoztunk a katekumenekért, hogy újjászülessenek a kerességben. Fratrimus in Christum credentibus, ut Deus et Dominus noster eos veritatem facientes. Imádkozunk a Krisztusban hívőért, hogy a mi Urunk és Istenünk örmedlelje bennük, hogy igazságban éljenek, és hogy egységben legyen a egyház.
Omnipotens eterna Deus, qui dispersa congregas et congregata conservas. Ad crescem filii tui placatus intende, ut quos unum baptismum sacravit eos et fide iungat integritas et vinculum societ caritatis. Per Christum Dominum nostrum. A kárségben részesültek egységért imádkozott a Szent Atya, hogy a szeretet köteléke kösse össze őket és egyesítse. Eis tribuat in sui nominis amore et in sui federis fidelitate proficere. A zsidó népért persze imádkoztunk, aki az először szólt Isten, hogy az ő szeretetét berészesüljenek. És a szövetségben hűségesek maradjanak. Ecclesiae tue preces clementer exaudi, ut populus acquisitionis priioris, ad redemptionis mereatur plenitudinem pervenire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus et prois qui in Christum non credunt. Most azokért imádkozzunk, akik nem hisznek Krisztusban, hogy megvilágítsa őket a Szentlélek, és ők is elérhessék az üdvözülés útját. Omnipotens sempiterne Deus, fac ut qui Christum non confitentur, corante sincero corde amulante sinvenian veritatem. Azok, akik nem vallják meg Krisztus, de előtte tiszta és vágyó szívvel járnak, megtalálják az igazságot, és mi magunk is a kölcsönös szeretetben vágyakozzunk a megértésre. És tökéletes tanúi legyenek Isten szeretetének a világban. Ad ipsum Deum pervenire mereantur. És imádkoztunk azokért, akik nem ismerik Istent, hogy a szívüknek az őszintességében megtalálják az Isten vezető utat. Ut est semper desiderando querent et inveniendo quiesce. Presta quesumus, ut inter nosia quelque obstacula omnes. Tue signa pietatis, et in te credentium testimonium bonorum operum percipientes. Te solum verum Deum, nostricui generem patrium, gaudiam confiteri. Per Christum Dominum nostrum. S imádkozunk mindazokért, hogy felismerjük Isten testvéri szeretetét, annak jeleit felismerjék a jó művekben, a jó tetteinkben, jó cselekedeteinkben. És hogy elismerjék Istent, aki az egész emberiségnek az Atya. És akik a közőjött működnek, felősökért és közhivatalt töltenek be, imádkoztunk, hogy békét és szabadságot kapjon valamennyi nemzet. Resvice benignus a Deus, qui nos in potestate moderantur, ut ubique terrarum populorum prosperitas, pacis securitas, religionis libertas, te largire consistant. A béke megőrzésért és a vallás szabadságáért beszél. Imádkozott a Szent Atya. Dilectissimi nobis, Deum Patrem omnipotentem, ut cunctis mundo purge terroribus. Most pedig azokért imádkozik, akik betegségtől szenvednek, éheznek, börtönbe sínlődnek, hogy elveszítsék láncaikat, hogy az utazók és a
zarándokok visszatérhessenek, hogy meggyógyulnak a betegek, és a haldoklók megtalálják az üdvösséget. És végül az imádkozik a Szent Atya, hogy a gyászolókat, a szomókat megvigasztalja Isten, hogy megerősítse mindazokat, akik szenvednek, és azok, akik sírnak, vigasztalást találjanak, hogy mindenki örvendezhessen. Az egyetemes könyörgések végeztével következik a nagypénteki liturgia legsajátosabb, legmegindítóbb része, a kereszthódolat. Mint láttuk, a Szent Atya pásztorbotja a ferula nélkül és a palliuma nélkül vesz részt a mai szertartáson, és minden külsőség legegyszerűbbre van redukálva a nagypénteki szertartás során. Behozza egy diakónus, két akolitussal kísérve a feszületet. A Szent Péter Bazilika főhajójának elején áll, a Pieta kápolnájából jött ki, a Pieta kápolna, amit mindannyian ismerünk, az szolgál ilyenkor sekrestje gyanánt a pápai szertartások során. Végig fog vonulni most a feszülettel a diakónus, és háromszor áll meg, háromszor énekli, íme a szent keresztfa, melyen függött valaha a világnak váltsága. Mire a szkóla válaszol, jöjjetek, imádjuk. A diakónus pedig vezényel, hajtsunk térdet, majd egy rövid imádság után keljünk fel. Salus mundi Lectamus genua. A hódolat jeleként a Szent Atya fejéről is leveszik a pileólust. Keljetek fel, szól a diakónus, és indul tovább a menet a feszülettel.
háromszor fogják énekelni, hogy Ecceligmum, ima szent kereszt, amit a szkóla követ utána, és jól magasra emeli a keresztet, hogy lássa az egész gyülekezet. Lectamus Genua. Levate. Közeledünk a harmadik megállóhoz, Szent Péter szobránál, emlékművénél, ahol majd eltávolítják a térdeplőt, és a Szent Atya le fog szállni a lépcsőn, hogy imádja a Szent Keresztet. Amint láthatjuk a közvetítésből, a pápai trón nem a szentmiséken megszokott módon az oltár előtt áll a nagypénteki szertartás során, hanem a főhajó elején, a kupolától, nem a kupola alatt, hanem Szent Péter apostol ősi szobrával éppen szentben, szemben, Szent Péter és Szent Péter utóda egymással szembenéznek. A Szent Atya maga is hódolni fog a feszület előtt. Venite adoremus. Jöjjetek, hódoljunk előtte, énekli a Sixtusi kápolna kórusa. Flectamus Genua.
feszületet odaviszik a Szent Atya trónusával szemben, aki leveszi magáról a miseruhát, leveszi a pileólust. Eltávolították a térdeplőt is. Lemegy és hódol a keresztfa előtt. Benedek pápa még a cipőjét is levette, és úgy ment, úgy járult a keresztfa elé. Processzióban különböző egyházi méltóságok fognak sorra egyik a másik után az előre meghatározott rendben hódolni a Szent Kereszt előtt. Főoltár előtt elhelyezték a feszületet, ahonnan mindenki láthatja. Most pedig sorban a kereszt elé járulnak. A résztvevő hívek képviseletében a bíborosok, a minisztráló diakónusok, maga a pápai ház hitszónoka is, a résztvevő bíborosok és püspökök, a pápai ház jelenlevő tagjai, egyháziak és világiak egyaránt, a Szentszéknél akkreditált diplomáciai testület képviselői ugyancsak a Szent Kereszt elé járulnak, illetve a hívek képviseletében néhány kiválasztott hívő ugyancsak felmegy az oltárhoz, hogy megcsókolja a keresztfát. Már látjuk is a bíboros atyákat, amint sorra a kereszt elé járulnak. Előbb a püspök, bíborosok, Sodano, Giovanni Battista Re következik. Majd Tarcisio Bertone. A Rómában élő, hivatalt viselő vagy nyugalmazott bíborosok azok, akik részt vesznek a pápai szertartásokon ilyenkor. Őket látjuk most elvonulni a Szent Kereszt előtt. Közben a kórus az improperiát énekli Mikeás próféta könyvéből vett
panasz éneket. Népem, mit vétettem neked? Mi eshetett nehezedre? Felej nekem! Talán az, hogy kihoztalak Egyiptom földjéről, kiszabadítottalak a szolgaság házából, s te pedig keresztet készítettél a megváltód számára. Stabat Mater hangzik most fel a Sixtusi kápolna kórusának ajkán. Áll a gyötrött Isten anya. Thank you.
ismerősök is feltűnnek a képernyőn, például Angelo Acerbi, volt budapesti nunciust látjuk most, aki nyugdíjasként a Vatikánban él, ugyancsak a Szent Márta házban, ahol a Szent Atya is. Georg Genswein, a pápai ház prefektusa, 16. Benedek titkára, majd pedig a pápai inas, a pápai orvos, tehát a Szent Atya legközvetlenebb világi munkatársai következnek a kereszt hódolatnál, utánuk a diplomáciai testület képviselői. Dominik Mamberti érsek, ő a szentszéki külügyminiszter, és most jönnek a diplomaták, akiknek személyében a világ népei is ott hódolnak a keresztfa előtt, Szent Péter sírjánál, nagy pénteken. A hívek különböző kategóriáinak képviseletében világiak, szerzetesek hódoltak most a keresztfa előtt. Szent Atya vissza fog térni az oltárhoz, hogy befejeződött az adoráció, az imádás. Szent Atyát a két szolgálattevő diakónus kíséri, ugyancsak piros dalmatikában. Továbbá szertartásmestere Piero Marini és egy másik szertartó, aki segít neki kézbe venni a feszületet, hogy felmutassa a hívők előtt, hogy mindannyian hódolhassunk a keresztfa előtt.
miközben megterítették az oltárt, és folytatódik a szertartás a szokott rendben, a mi atyánkkal, majd pedig a szent áldozással. Érkezik az oltári szentség a szentségi kápolnából, ahová tegnap minden templomba áthelyezték az oltári szentséget. A Szentpéter bazilikában, amúgy is egy külön kápolnában őrzik az oltári szentséget. Onnan hozza most át egy diakónus, aki felett egy díszes liturgikus ernyő jelzi, hogy itt maga az Úr vonul. Az ernyő mindig is a méltóságnak a jelképe volt, és ez a liturgiában megőrződött. Nem csak a baldahin, amit körmeneten viszünk itt Magyarországon is az oltári szentség fölött, de ez a kis liturgikus kerek ernyő is ugyanezt a tiszteletadást szolgálja, amit itt láthattunk egy pillanatra. A diakónus a cibóriumot az oltári szentséggel az oltárhoz viszi, a Szentatyához. Közben az akolitusok elhelyezik a két gyertyatartót az oltáron, és jön az Úr imádsága. Certi salutari moniti e divine istituzioni formati. Audemos dicere. Ha maga fog megáldozni, mert megáldoztatja a diakónusokat és a prédikátort. Ota per misericordia tue aiuti et a peccato simul semper liberi et a ogni perturbazione securi. Expectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri Jesu Christi. Vina tu est regnum et potere. Látjuk a papokat, akik az oltári szentséget viszik magukkal az áldoztatáshoz. Az Isten báránya. Felmutatása. Miután Szentatya megáldozott, meg fogja áltasztatni a diakónusokat és a prédikátort. Majd visszatér az üléséhez. Az áldozási ének
diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem meam miserunt sortam. Szétosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek. A prédikátor áldozik. Az áldozatok a különböző kontinensek, különböző népeit képviselik, azt, ha megfigyeltétek. Ferenc pápa visszatért trónusához, mint ismeretes elődeivel ellentétben ő nem szokott áldoztatni sokakat. Korábban lehetősége volt kiválasztott híveknek is, hogy a pápához járuljanak szent áldozásra. Ő viszont valószínűleg azért, mert nehezére esik a járás és az állás is, vagy csak mert nem akarja, hogy kivételezzenek, és valakikkel is azért tartsák fontosnak a szent áldozást, mert hogy a pápához járulhatnak, inkább nem saját maga áldoztat, hanem a diakónusokra bízza, illetve arra a sok papra, akik a hívek közé mennek és viszik az oltári szentséget. Középen a két szolgálattevő diakónus áldoztatott, az áldozók sorában a sorát két sekrestyés testvér, Ágoston rendi zárta, ők viszik helyükre a cibóriumot az oltári szentség kápolnába. Ezzel egy időben nagyjából befejeződött a hívek áldoztatása is. Majd következik az áldozás utáni könyörgés.
és a népre mondott, nép fölött mondott könyörgés, és a nagypénteki liturgia csendben ér véget a megszokott ünnepélyességhez képest egyszerűen. Sixtus kápolna kórusa és szentáldozáshoz járul, felnőtt tagjai és gyermekkórus része egyaránt van ennek az ősi intézménynek, a gyerekek általános iskolások és egy bentlakásos iskolában laknak, amely a szentszéknek a saját intézménye. Ők végzik a liturgikus szolgálatot a pápai szentmiséken, és elsősorban a Sixtus kápolnában, ahonnan a nevük is származik. Most tehát jön az áldozás utáni könyörgés. Oremos. Omnipotens et eterno Deus, qui nos Christi tui beata morte et resurrectionem reparasti, conserva in nobis opus misericordiae tue, ut tuius misteri participatione, perpetua devotione vivamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Inclinate vos. Hajoljatok meg az áldás előtt, szól a diakónus, és a pápa áldását adja egy külön könyörgés formájában. Super populum tuum quae sumus Domine, qui mortem fili tui in spe sua resurrectionis recolvit, benedictio copiosa descendat, indulgentia veniat, consolatio attribuatur, fides santa succrescat, redemptio sempiterna firmetur, per Christum Dominum nostrum. A szertartás csendben véget ér, csendben vonul ki az asszisztencia. Már látjuk a főoltár mellett érkezni őket. Térdet hajtanak a főoltár elé helyezett feszület felé. Majd csendben kivonulnak a bazilikából. A Szentatya kivonul a bazilikából, véget ért a nagypénteki liturgia a Szent Péter bazilikában. Az élő közvetítést a Bonum TV stúdiójából Kis Ulrich jezsuita atya és Érszegi Márk közvetítette. Köszönjük szépen a figyelmet. Szeretném jelezni, hogy ma este 21 órakor a Szentatya Ferenc pápa a Kolosseumnál járja végig a szokásos keresztúti ájtatosságot, amit a Bonum TV szintén élőben közvetít, Vértes Agyai László jezsuita atya segítségével, közreműködésével. Holnap 20 óra 30 perckor kezdődik szintén a Szent Péter Bazilikában a húsvéti vigília szertartás.
Ferenc pápa vezetésével a Bonum TV-t, Bonum TV élő adásban közvetíti Tőzsér Endre atya segítségével és közreműködésével. Köszönjük szépen a figyelmet, további imádságos nagypénteket, szent háromnapot kívánunk a Bonum TV stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenekké.